köszöntök mindenkit, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a mai sajtótájékoztatónkra, melyet Kóros Lajos, a Népjóléti Bizottság alelnöke, országgyűlési képviselő tart. Abban a témában, hogy a tegnapi nap folyamán most már nagyjából világossá vált a kormány névsor és az államtitkárok névsora is, és sajnos nagyon úgy tűnik, hogy lesz egy szegregációs államtitkárság is, hogy pontosan mi ez és mire készülhet, arról tehát Kóros Lajost hallják. Tisztelettel köszöntöm én is Önöket, úgy látom, hogy egy újabb belemetér vissza a horti korszaknak. Az Orbán kormány úgy néz ki, be akarja vezetni az úgynevezett szegénységi bizonyítványt, ennek befogadására alkalmas intézményként pedig a tegnapi nap folyamán létrehozta a szegregációs államtitkárságot. Ez az intézkedés szerintem kirekesztő, arrogáns, diszkriminatív és cinikus is egyben, és ez engem, mint baloldali politikust mélységesen felháborít. Ma is használjuk egyébként ezt a kifejezést, hogy szegénységi bizonyítvány, de sokan nem tudják, hogy mit jelent. A Horti korszakban ez a szegénységi bizonyítvány egy hivatalos okirat volt arról, hogy az adott személy tulajdonképpen valóban szegény. Ez a papír kellett ahhoz, hogy a szegények bármilyen ellátásba részesüljenek, vagy segélyt kaphassanak. Most a Fidesz kormány ezt akarja visszahozni, ezt maga Balogh Zoltán úr a bizottsági meghallgatáson a múlt héten már pedzegette. Ott ugyanis az emberi erőforrások miniszter elmondta, hogy külön akarnak foglalkozni az adófizető családokkal és külön a szegényekkel. Így már lesz államtitkársága a középosztálynak, illetve a gazdag embereknek, és lesz egy államtitkársága a szegényeknek, a fogyatékosoknak, a cigányoknak, a hajléktalanoknak, és ez felháborító. Hangsúlyozom, engem mélységesen ez felháborít. Az adófizetőkkel, ahogy ők fogalmaznak, azt hiszem úgy fogalmazott miniszter úr, hogy a teherviselőkkel a család és ifjúsági államtitkárság törődik majd, míg a szegények a szegregációs államtitkársághoz fognak tartozni. Ezt nem a miniszter úr mondta, én neveztem el így ezt az államtitkárságot. Hát úgy néz ki, hogy a szegényeket meg fogják különböztetni már a kormányzati politika szintjén is. Ez pedig, hogy valaki szegény, Valamilyen módon dokumentálniuk kell, szerintem ez lesz a szegénységi bizonyítvány, na persze lehet, hogy nem ez lesz éppen a neve, de a lényegen ez nem változtat véleményem szerint, minden esetre ezeknek az embereknek, a cigányoknak, a fogyatékosoknak, a hajléktalanoknak, a szegényeknek valamilyen papírjuknak kell majd lenni arról, hogy ők tulajdonképpen ö, 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 szegények. Hát ez a lázári politika. Ugye mindenki annyit ér, amennyie van, illetve mindenki annyit ér, amilyen papírja van róla. Ezek részletkérdések. De azért én mégis azt mondom, hogy itt van ez, a, ez az ügy, ez a kérdés az asztalon. Mondja meg nekem, bárki, szélese hazában, hogy milyen feltételek vagy adottságok, negyel, de talán jövedelem vagy lakáshelyzet alapján kerül, az egyik ember az egyik kazdba, a másik ember a másik kazdba. Egy jó nevű, mondok rá példát, egy jó nevű vidéki ügyvéd, aki sok adót fizet, és az ügyvédi irodájában négy ember foglalkoztat, de testi fogyatékos. Ő melyik kaszba fog tartozni? Ez élő példa volt. A másik verzió. Egy kamionos ember tisztességgel fizette világéletében az adóját, és két gyermeket nevelt, de elváltak, és még az egészsége is megromlott. Ő vajon hová fog kerülni? Mert az egészsége megromlása vagy a vállása előtt akkor ő adófizető, a terheket viselő polgár, amikor meg bajba kerül, akkor micsoda? És az a hajléktalan ember melyik kaszba fog tartozni, aki ugyan világ életében dolgozott, most is dolgozik hajléktalanként, két diplomája van, és még angolul is tud. Ő vajon micsoda ebben a rendszerben? A lényegen ez nem változtat. Én úgy látom, a Fidesz nem csak a Kossuth téren hozta vissza a horti korszakot, hanem a társadalom megosztottságában is. Most már tényleg kimondhatjuk, hogy a három millió koldus országa vagyunk. Nem akarom a statisztikai adatokkal untatni önöket. De önök az elmúlt héten nyilván olvasták az OECD felmérést, ahol csak Törökország van mögöttünk. 47%-a a magyar családoknak Gondokkal küzd, hogy a mindennapi betevőjét elő tudja teremteni. Csak Törökország van rosszabb helyzetben Európában. Nyilván olvasták, tegnap, tegnap előtt már publikálta a KSH a létminimum adatokat. Ide csak egy kérdést szeretnék, mert én a számokon nem akarok rúgózni. Egyetlen egy dolgot szeretnék ide tenni. Ha tisztességesek lettek volna, akkor oda tették volna azt is, hogy mennyi embernek mennyi a jövedelme ehhez képest. De erről nem szól a statisztika, néhány évvel ezelőtt még volt bátorságuk odaírni, hogy hány ember él a létminimum alatt, hány ember él éppen a létminimumon, és mennyien vannak fölötte. Önök pontosan tudják, hogy a múlt héten publikálta a Habitat Magyarország azt a lakáskörülményeket vizsgáló tanulmányát, amelyből kiderült, hogy 170 ezer gyerek él olyan lakásban, amiben nincs WC, 197 ezer gyerek otthonában nincs áram, kapaszkodjanak meg, nincs áram. 620 ezer gyerek él, lakik penészes vagy dohos beázott lakásban. Én úgy látom, hogy Orbánék alatt a szegénység terjed, mint a Pest is. És ezek a statisztikai adatokkal alátámasztott tények. Nem egy ellenzéki politikusnak a háborgása, én csak a magyar valóságot ismertetem önöknek. Ez a politika, ez az ideológia számomra, baloldali politikus számára elfogadhatatlan, és én minden erőmmel azon fogok küzdeni hogy ez a fajta politika Magyarországon menjen oda, hova való a történelmi süllyesztőjébe, a horti korszakkal együtt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.